Szerbusztok, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Mai adásunk a mellszívókról fog szólni. Tök fura, nem? Tehát egy férfi mellszívókról beszélget veletek. Az a jó hírem, hogy nem feltétlenül csak én fogok a mellszívókról értekezni, mert ugye nekem nincs is tapasztalatom ebben, sokkal szakavatottabb ebben a témában szintén, ahogy szokott lenni a Klári. És én kérdezgetek azokat a kérdéseket, amik a leggyakrabban szoktak hozzám is elérni, illetve olvasgatok, amiket ti szoktatok feltenni, és így egy picit belemegyünk így a mellszívók világába. Volt már ilyen adás, nem egy, nem kettő, megpróbálunk is egy picit más szemszögből ráközelíteni erre a kérdésre, mert azt látjuk, hogy ez örökzöld téma, tehát hogyha erről minden a forgatunk, még akkor is van utána kérdés, és ezekből egy picit merítünk, és ugye ezen az úton megyünk tovább, és így próbáljuk összerakni ezt a mai műsort. Tehát akkor a mai műsor a mellszívókról szól. Köszöntelek, Klári! Sziasztok! Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket. Igen, Janó, ugyan forgattunk már egy jó párszor a mellszívókról, de én azt gondolom, hogy kimeríthetetlen a téma, és azt veszem észre én is a kismamáim által feltett kérdésekből, hogy még mindig vannak homályos pontok, úgyhogy szükség van arra, hogy segítsük nektek a választásban, illetve annak a döntésnek a segítésében, hogy egyáltalán kell avagy sem a mellszívó. Eltérő nézetek vannak, viszont itt, amivel mi találkozunk, az rengeteg olyan szituáció, ami már egy következmény. Tehát ha előbb találkoztunk volna, hogyha tudtuk volna, ha lett volna módunk kommunikálni, és nem csak internetes vásárlás lett volna, akkor esetleg nem jutunk el oda, ahova most eljutottunk, és nagyon nehéz visszabillenteni a jó irányba. Úgyhogy szeretnék nektek segíteni ebben, hogy tudjatok felelős döntést hozni. Ugye össze kell majd hasonlítanunk a típusokat. Tényleg azt hiszem, hogy nagyon sok olyan adásunk volt már, amikor végigvettük a típusokat, a féleségeket, márkákat. Biztos, hogy lesz benne ismétlés is, de próbáljuk egy picit más szemszögből is nézni. Azt úgy gondolom, hogy ezt úgy kéne valahogy csinálnunk, hogy ugye régebben teljesen alap volt, hogy kéne egy mellszívó, akkor elmegyünk a boltba, körülnézzünk, megkérdezzük, hogy a boltos mit ajánl, mik a tapasztalatok, mit mond mondjuk az unokahúgunk, vagy mit mond a keresztanyú, vagy mit ajánlanak a kórházba. Ez felborult. Mert ugye néhány évvel ezelőtt még arról beszéltünk, hogy vannak a borzalmasan rossz mellszívók, vannak az elfogadhatók, és volt 2-3 típus, amire azt mondtuk, hogy igen, ezt vegyétek. Ez megszűnt. Nagyon finomabbak lettek a különbségek, tehát sokkal több a jó mellszívó, de azon belül, hogy mi az, ami pont passzol, amiért nagyon szívesen adtok ki pénzt, az már egy sokkal nehezebb döntés, mert vannak kevésbé neves márkák, amiben szerintem egész jó cuccok vannak, de branden belül is az egyik az nagyon jó, a másik elmegy, mert annyi történt, hogy régebben azt csinálták, hogy minden brandnek saját gyártása volt. És most nem erről szól a dolog, hanem vannak olyan mellszívó gyárak, vagy hát jó öreg Kínáról beszélgetünk, miről is másról, ahol akár, hogyha mi összefogunk veletek, vagy a Manó úgy gondolná, akkor saját brandesen is tudnánk mellszívót összerakosgatni, mert van 20-féle mellszívó töltsérük, 8-féle motorjuk, ilyen szelep, olyan tartozik, és össze lehet rakni nagyon klassz brendet, hogyha 6-8-10-20 konténerre behoz az ember. Nyilván erre Magyarország kicsi, nincs is erre igazából szükség, ezért mi más utat járunk, megpróbáljuk összeszedni a világból, akiknek már összeraktak, a legjobb konstrukciókat. Tehát aminek jó a motorja, jó a szívófeje, van alkatrészellátás, ez ugye mennyire fontos. Nagyon fontos. Mert lehet a világ legjobb konstrukciója, hogyha egy negyed dolláros alkatrészt nem tudsz hozzá megvenni azonnal, akkor ez egy létbizonytalanság. Tehát mi, amikor ajánlunk egy mellszívót, ezt bizony el szoktuk mondani, hogy ez a típus azért jó, mert itt van nekünk 3 zacskónyi szelep például, ami 300 forintba kerül, 500 forintba kerül,
És szerintünk inkább vegyél még hozzá kettőt, mert ha leesett a földre, megrágta a cica, beesett a mosogató mögé, vagy bármi elszakadt, mert működőben nyúltunk hozzá, vagy bármi egyéb, akkor tudjátok azonnal pótolni, és tudjátok üzemeltetni a készüléket. Ellenben, hogyha csak ez a nagyon kis, vékony kis alkatrész eltorzul, mert nem olvastad el például, hogy ne tedd be a mikros sterilizálóba, és betetted, és összeszottyat, és várnod kell heteket egy alkatrészre, akkor hiába ez a világ legjobb cucca, akkor nem szolgálja a baba és a te egészségedet. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos, ezért mi törekszünk rá, hogy akivel lehet, leszerződünk, hogy egyben alkatrész és szervizpartner pont is legyünk, és ez például szerintem egy nagyon fontos dolog lehet a választásban, mert az árak már nem annyira nagyon eltérőek, persze vannak szélsőségek, de ad egy ilyen fajta biztonságot, hogy tudjuk is üzemeltetni a melszívót, vagy ha jön a második gyermek, harmadik gyermek, egy, hogy kibírja ez a cucc, illetve akkor is tudjunk hozzáadni egy csövet, vagy bármi egyebet, amire szükségetek, vagy ne kelljen újat venni. Ez ugye a környezet szennyezésnél is nagyon fontos, ami nekünk egy nagyon, nagyon fontos szempont, illetve abban is nagyon fontos, hogy ne kelljen fölöslegesen újra és újra pénzt kérni ugyanarra a termékre, vagy ugyanarra a termékkörre. Hogy érzed ezt, Klári? Abszolút egyetértek veled, úgyhogy én azt gondolnám, hogy mindenféleképpen jó lenne, hogyha még mielőtt úgy döntötök, hogy vesztek melszívót, alaposan tájékozódjatok. Én azzal is tisztában vagyok, hogy elég sűrűn előfordul az, hogy kaptok, örököltök valakitől, vagy nagy Isten, használtan szeretnétek venni. Ez egy annyira intim cucc, hogy ezt én valahogy úgy nem szívesen javasolnám, hogy ezt próbáljátok meg használtan megvenni. Tudom, hogy ha esetleg a családban kering, és ismeritek a unokatesót, a nővéreteket, bármi, akkor egy olyat esetleg el lehet fogadni, aminek lehet pótolni az alkatrészeit, amit a Janó itt az imént említett, de vadidegentől én nem mernék venni a helyetekben semmiféleképpen, mert azért ennek nagyon, nagyon fontos a higiéniás háttere, hogy hogyan használta, hogyan sterilizálta, tehát ezt én azt gondolom, hogy nem kockáztatnám sem a babám, sem a ti egészségetek megóvása érdekében. Úgyhogy itt én azt gondolom, hogy a választásnál mérlegelni kell azt, hogy mennyi idő fog állni a rendelkezésetekre. Ugye ez nyilván attól is függ, hogy milyen segítség van a háttérben. Ez már egyrészt billent benneteket afelé, hogy kézi vagy elektromos melszívóról beszélünk. És a tipik probléma, ami szinte minden pár fejében megfordul, és nyilván olvastuk kommenteket innen, onnan, amonnan, hogy induljunk el egy kézi melszívóval, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. És azért én itt a 20-100 éves tapasztalatom alapján azt tudom nektek mondani, hogy nagyon sokszor ezek a 10-20 ezer forintok landolnak a sarokban, és nem használjátok, mert mikor már ott van, és otthon vagytok a babával, akkor szembesültök vele, hogy ez rengeteg idő. Minden egyes alkalommal azért ez egy jó néhány száz kézmozdulat, ami azért nem picit veszi igénybe az inhüvelyeteket, tehát nem ritka mellékhatás az inhüvelygyulladás sem, de alapvetően a legfontosabb szempont az, hogy rengeteg időt lehet spórolni azzal, hogyha elektromos melszívót választotok. Tehát ezért én azt szoktam nektek tanácsolni, hogy tájékozódjatok, és most már szerintem lehet, gyertek be, és itt személyesen mi elbeszélgetünk veletek, sokszor kikérdezünk, és annak megfelelően tudunk benneteket orientálni, hogy mit választhatok. Vagy valaki messze lakik, mert azért látjuk, amikor adjuk fel a csomagokat, hogy hát
tényleg az ország olyan szegletében, hogy úgy gondoltam, hogy földrajzban egészen jó vagyok, és úristen, van ilyen falu is, és tényleg köszönjük, hogy ott is bizalmat szavaztok nekünk, és ott is szeretnénk szolgáltatni, tehát akkor írjatok, hogy mit javaslunk esetleg nektek így melszívó tekintetében. Én arra gondoltam, Klári, hogy úgy kellene tovább menni ezen az adáson, hogy ahogy ők találkoznak ezzel a problémával. Ugye az első mindig az, hogy amikor nézegetjük a babakocsikat, utána jön egy kelengyelista. A kelengyelistán vannak ilyen horror dolgok, mint például elszívó, mindenki fél tőle, aha, úristen, mi fog valami történni, meg hogy kell nekem egy ilyen ketyere. Hány gyerek felnőtt elszívó nélkül? Utána jön az, akkor dilemma, hogy kell-e nekünk. Utána akkor fölmennek a mi vásárlóink az internetre, látnak ilyet is, olyat is, olvasnak hideget, meleget, és akkor így jönnek ezek az impulzusok. És akkor eljutnak oda, hogy helyén ráérünk arra még, majd megmondják a szülésnél, hogy mi újság van, hogy kell-e egyáltalán, és utána jön vagy személyesen egy vásárlás, esetleg, vagy akkor jönnek a férjek ilyen papírral, meg típusszámokkal, hogy azt mondták, hogy egy ilyet kell beszereznem most. És akkor nem, akkor lesz jó ára. Tehát én úgy gondolom, hogy ha megfontoltan választotok, akkor tudtok jobb készüléket venni jó áron, tehát ugye tudjátok már, hogy körülbelül mi a szűkítés, és erre gondoltam, hogy nézzük meg, hogy akkor hogy van a gondolatmenet, hol érdemes bekapcsolódni ebbe, és hogy milyen garanciákat tudunk mi arra adni, hogy ne nyúljatok mellé, mert hogyha mellé nyúltok, akkor egyszerűen a maga a szoptatási élmény, mert ugye ez a szoptatásnak egy része, és csökken, ezáltal a boldogság, a tejnek a minősége, stb. Tehát egy picit több a melszívó, mint egy eszköz, amivel el lehet távolítani a maradék anyatejet az édesanyjának a melléből. És akkor itt akkor lenne akkor a belépő szint, ugye az érdeklődés. Tehát felmerül az érdeklődés benned, valószínűleg ezért nézel ezt a videót is, szeretnék egy valamilyen melszívót, vagy nem. Mi erre azt mondjuk, hogy van egyfajta garanciánk erre, hogy vedd meg nyugodtan, igaz, Klári? Így van. Hogyha van otthon egy ilyen, és mégis kapnál egyet ajándékba, és Origi, akkor ugye vissza lehet hozni. Mennyi időnk van erre? Most már kiterjesztettük 180 napra, tehát gyakorlatilag fél éven belül, hogyha nincs szükség a bármiféle termékre, de ez nyilván a melszívókra is vonatkozik, akkor vissza tudjátok hozni, és le tudjátok vásárolni. Természetesen ennek alapfeltétele az, hogy bontatlan, sértetlen legyen, és nem kerülhet használatba, de előfordulhat az, hogy bekészültök, és gondosan beviszitek a kórházba, de valakitől kaptok egyet, és akkor vissza tudjátok hozni a miénket, mert annak nyilván eltettétek a blokkját, és regisztráltátok. Tehát itt van egy olyan plusz biztonság, hogy ha esetleg mégsem kell, mégis úgy alakul, akkor van belőle kibúvó, vissza tudjátok hozni. Tehát az első dilemmát akkor ki tudtuk úgy ütni, hogy ez a mi van, ha nem kell. Ha nem kell, hozd vissza. Utána ugye jön a következő, hogy akkor jó, oké, megnyugtattatok, persze, eszünk egy melszívót, de elég nekünk az alapverzió. Ha időközben meggondoljátok magatokat, nyilván itt is, ha Origi, mehetünk fölfelé, tehát itt is van egy cserélhetünk is, tehát nem, nincs ezzel gond, mert hogyha újabb típus jön, vagy újabb impulzus ér, hogy az volna jó, mert a barátnőmnek úrda bejött, és miért nem olyat vettem, nincs kibontva, akkor csereberéljük el. De az a jó választás, amikor először jó választás van, és ebben mi az igazság, hogy tudunk segíteni. Mert hát azt mondom, hogy nagyon nagy tapasztalatunk van, tehát mindenféle nagy képviség nélkül tudom azt állítani, hogy mivel koncentrálunk erre a területre, folyamatosan nézzük a fejlesztéseket, és úgy teszteljük a készülékeket, hogy kibontjuk, nyomkodjuk, nyilván a szervisz hátterét is megtapasztaljuk. Emiatt én úgy gondolom, hogy tudunk segíteni. Tehát most jön a dilemma, óriási a választék, már nagyon sok a jó cucc, hogyan érdemes választani.
ugye funkció alapján, vagy büdzsé alapján is tudunk választani. Itt nézzük a legolcsóbb készülékeket. Tehát, hogyha valakinek muszáj megszorítani a büdzsét, és nem tudjuk meggyőzni arról, hogy tudom, valamiből egy ilyen kevesebb cukiságfaktoros termék legyen, akkor hol van a belépő szint? Tehát, hogy a minimum, aminél, hogyha van egy VIP tanácsadás, hogyha tudjátok, az a VIP tanácsadás, el lehet jönni a Klárihoz, és akkor lehet vele beszélgetni személyes dolgokról, hogy mi az, ami neked, a te környezetedre szükséges lehet. Tehát mik szoktak ott lenni? Azt mondta, hogy ennél gyengébbet ne vigyél, légyci. Ugye akkor itt a két típus, mint alap kézi melszívó, illetve az elektromos melszívónál. A kézi melszívónál, ugye, ami csak egy ilyen kis, nagyon egyszerű és hagyományos pár ezer forint, tehát ilyen 5-6 ezer forinttól már van kézi melszívónk. Azt hiszem, hogy max. Olyan 20 ezer forint körül van a legdrágább, tehát ezen belül én azt mondanám, hogy ami 10-pár ezer forint körül van, azokkal már nem tudtok mellé nyúlni. Tehát, hogyha itt a De van kézi... a 6 ezer forintosból is olyan, ami nálad már átment? Van, de csak nagyon-nagyon alkalmi használatra. Tehát azt egy egész szoptatási időszakot végigvinni egy ilyen kézi melszívóval szerintem nagyon nehéz. Tehát ahhoz már én olyat ajánlanék, ami kétfázisú, tehát segítkezik a tejtermelés beindításában, és ezek már 10-pár ezer forintba kerülnek. Tehát itt mindig kommunikálunk, hogy hol tartunk, mert van úgy, hogy már megvan a baba, és akkor erre például nincs szükség, akkor jó a 6 ezer forintos is. De ha még a baba megérkezése előtt találkozunk, akkor mindenféleképpen olyat javasolnék, ami segítkezik a tejtermelés beindításában is, tehát kéziből is, ha csak lehet, olyat választatok, ami kétfázisú. Ha végképp valaki dilemmázik, hogy miért vegyen, akkor ugye létezik olyan típusunk, amelyik mind a kettőt tudja. Tehát, hogy egy-kettő az egyben csomag, tehát tartalmaz egy kézi melszívót, meg egy gépi melszívót, meg cumisüveget, meg minden kutya fülét. Tehát, hogyha a kétségbe vagytok, kell, nem kell, de mégis egy jó árban lévő szettet szeretnétek, úgy gondolom, hogy a kézi szinte ajándékként van benne, ahogy láttam a műszaki színvonalát a melszívónak, akkor például ez is egy klassz megoldás lehet, vagy hogyha úgy szeretnétek, hogy mindig legyen nálad egy. Azt akartam mondani, hogyha valaki mozgalmas, tehát olyan az életviteletek, hogy vagy hamar vissza kellett menni dolgozni, vagy van egy nyaraló, ahova leföljártok, tehát akkor én azt gondolom, hogy ez egy nagy segítség lehet, hogyha ha valamelyik mindig nálatok van a kocsiban, vagy az egyik lakásban, vagy nyaralóban. Vagy ha esetleg nem annyira egyszerű a módja valami miatt a sterilizálásnak, elmosásnak, akkor ez például egy ez lehet egy szempont, hogy ilyet válasszatok. De ha valaki úton van, vagy sokat van úton, vagy nem szeretne konnektor mellett lenni, vagy kevés konnektor van a lakásban, akkor, mert ugye a legtöbb elektromos melszívó az valamilyen szinten kötöttséget okoz, tehát hálózat közelben kell lenned, akkor léteznek olyan megoldások, amiket ilyen kis puffer aksival nagyon szépen elüzemeltethető. Van-e a félelem, hogy ez gyengébb mondjuk, mint egy hálózatos? Isten, igazából a ti korosztályotoknak már ez abszolút egy elfogadott dolog, hogy ha elektromos melszívót választotok, ugye adaptere mindegyiknek van, tehát hálózatról bármelyik működtethető, de az alternatív módszer eddig ceruza ellen volt. És azért ugye elég sokan most már környezettudatosak vagyunk, tehát ahhoz, hogy ne dobáljuk az elemeket folyamatosan a tárolóba, azért ezek, amik USB-ről tölthetőek, ezek a melszívók szerintem most már nagyon népszerűek a ti köreitekben, és emiatt bárhol, bármikor tudjátok használni. Gyors, és a teljesítményéből ez nem von le semmit, sőt, talán az, abból a szempontból, hogy ott van kéznél, abból a szempontból biztonságosabb is.
Ugye a gépi mellszívóknál, vagy gépi elektromos mellszívók tekintetében, ugye én azt szoktam mondani, hogy rengeteg olyan funkció van, amire nem biztos, hogy van igazán szükség, tehát hogy azt is szoktam mondani, nem biztos, hogy túl kell vásárolni magatokat, tehát hogy kell 18 programos legyen, hogyha te úgy érzed magad biztonságban, hogy azokat a termékeket szereted, ami ma két gomb, mondjuk van egy mikrod otthon, és azt szereted, hogy csak egy csavarod és működik, akkor ne vegyél túl bonyolult holmit, mert nem, te fölöslegesen adsz ki pénzt rá, mert nem fogod kihasználni az összes programját, hanem akkor inkább olyat, aminél fogod, aztán állítgatod a szívás erősséget, aztán megtalálod magadnak az éppen arra napra megfelelőt, ami ahol ott megállítod, ahol épp jó. Mert valakinek ez a módszer jön be. Valaki azt mondja, hogy szeretem, hogyha kitalálták nekem, mert ugye hogy működnek ezek a programozottak, lár egy picit avas már be minket, laikusokat, ugye nyilván én nem vagyok tapasztalt, csak hallom ezeket, hogy miért jó, hogyha mondjuk van 5 előprogram például egy mellszívón. Ugye a mellszívója válogatja, de van egy csomó olyan mellszívónk, aminél ugye előprogramozva eleve úgy van, hogy benne van a stimuláló funkció, és az első 2-3 X fokozatban, ugye ez gyártótól függ, stimuláló funkció van, és aztán ő automatikusan átkapcsol a szívó funkcióra. Bizonyos modelleknél ezeket te manuálisan állíthatod, hogy most éppen a stimuláló vagy a szívó funkciót szeretnéd használni, de nyilvánvalóan azoknál, ahol ez automatikusan működik, nem kell plusz még egy figyelmet fordítani, tehát ez is lehet egy választásnál egy olyan támpont, ami alapján tudtok dönteni, hogy én nem fogok vele vacakolni, mert ő automatikusan tudja. De olyan is van, hogyha ti tudjátok magatokról, hogy túl érzékenyek vagytok, akkor jobb, ha én állítom, és akkor, ahogy nekem éppen jól esik. Ezt az első 2-3 alkalom után már ki fogjátok tudni tapasztalni, hogy milyen erősség az, ami a komfortotoknak megfelel, nem fájdalmas, de hatékony. Tehát ez az, amit manuálisan állítani lehet bizonyos készülékeknél, és van olyan is, ahol elő van programozva, ami szerintem meg nagy segítség. Tehát akkor, ha van egy ilyen programozható készülék, akkor használjuk ki, igaz? Tehát olvassuk el, ugye a használati utasítást, és ezt mindig mondom, hogy ez nagyon fontos, hogy olvassátok el, mert ott tudjátok az üzemeltetést, ott tudjátok megnézni, hogy hogyan lehet elmosni, hogyan lehet mondjuk sterilizálni, mert legkülönbözőbb féle fajta módon lehet sterilizálni, és így tudjátok megóvni az állagát ezeknek az amúgy nem túl olcsó eszközöknek. Ugye rengeteg feltörekvő márka van, itt is tudunk segíteni abban nektek, hogy melyiket érdemes, melyiket nem, de egyébként már bent van a webáruházban, ott már úgy nagyjából látjátok, hogy mit ajánlunk, meg mit nem. Hogyha valami nincs bent a kínálatunkban, annak oka van. Vagy azért, mert nem gondoljuk árérték arányosnak, vagy azért, mert gondunk volt a szervízellátással, vagy magával a készüléknek az üzemeltetésével voltak különböző problémák, visszaszívta az anyagtejet, elromlott a motor, akkor nem olyan volt a garanciális háttér, sok gond volt vele, akkor kivezetjük a terméket, még hogy hamar, ha jól néz ki, akkor is. És vannak egyéb módozatok, hogy hogyan érdemes még szűkíteni a választást. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy kell vagy nem, beszéltünk arról, hogy kézi vagy gépi, vagy ha kézi, akkor milyen kézi. Utána, hogy hogyan üzemeltetjük konnektorról, vagy esetleg van puffer lehetőség valamilyen aksival, és most jön a maga, szerintem a legfontosabb, a legintimebb része, maga a töltsér, hogy annak milyen típusú a kialakítása, és mit érdemes figyelembe vennetek, ahogy kell-e a legpuhább, kell-e a legnagyobb, vagy kell-e esetleg a legvariálhatóbb. Nyilván ez lenne jó, hogyha ez mind egybe lenne. Van-e ilyen? Szerencsére van, és ugye itt megint jó, ha tudunk kommunikálni, mert előfordul az, hogy a gyártóknak a nagy többsége úgy gondolja, hogy egy európai nőnek az átlagos mellmérete X.
és annak a megfelelő töltsérméretű mellszívó a zöme a mellszívóknak, akár kézi, akár elektromos. De azért nem vagyunk egyformák, és most már nagyon sok gyártónál tapasztaljuk azt, hogy különböző méretű töltsérek is kaphatóak hozzá. Az átlaggal van csomagolva, tehát ez nagyon fontos, hogy ami a maga a doboz tartalmaz, illetve amit megvásároltok, elektromos mellszívó tartalmaz, az általában egy méret. De ha opcióként van hozzá akár nagyobb, akár kisebb méretű töltsér, az megint egy hiba lehetőséget kiküszöböl, ezért nem eshettek abba a hibába, hogy esetleg túl szűk a töltsér, és megtöri a tejcsatornát, vagy hogyha túl nagy, akkor meg nincs normálisan vákum, és ezáltal nem tud normálisan működni. És ami nagyon jó hír, hogy létezik már olyan típusú töltsér, aminek van egy külső héja, ami merev, de belül a szilikonos része az pedig úgy idomul a mell méretének nagyságához megfelelően, hogy ott abszolút kiküszöböli azt, hogy mellélőjünk a méretválasztással. Azt, hogy a töltsér kíméletes legyen, és puha, és ne törjön, az szerintem lassan már alapfeltétel. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, mert sok-sok sérülést tud okozni, ha ez fájdalmas vagy kényelmetlen. Tehát ez megint egy nagyon fontos szempont, hogy finom, puha, szilikonos, legalább körbe, de egy kíméletes eszközötök legyen. Jön az, hogy akkor találtunk akkor egy megfelelő töltsért is. Ugye minden dobozon, minden webes leíráson azt látjuk, hogy az a legjobb a világon, ennyi orvos vett részt a kutatásban, egyebek. Tehát egy iszonyat útvesztő. Ezért én azt szoktam javasolni nektek, hogy és mint oly sok mindenre, egy darab toll, vagy ceruza, meg egy sima A4-es papír nagyon-nagyon nagy segítség lehet. Mert külön összeveszünk magunkkal ebbe a digitális világba, hogy milyen szempontrendszer alapján mi az, ami neked fontos. És ugye itt van például az ár. Tehát, hogyha azt mondod, hogy ha a fehér tetejére állsz, se tudsz többet adni 10, 20, 30 vagy 40 ezer forintnál, akkor húzd meg azt a határt, és próbáld meg abba beleszuszakolni a legjobb tudású és a legjobb szervizhátterű mellszívókészüléket. Vagy vadász akcióra itt állunk, tehát viszonylag gyakran szoktunk, mivel hogy úgymond anyatejmániások vagyunk, ugye ez rám is igaz, illetve a Klárira is. Van egy-két becsípődésünk itt az évek alatt, a gyerek biztonsága, az anyatej például ilyen, ennek alárendelünk dolgokat, és ezért van, hogy viszonylag gyakran egészen jó akciókat sikerül lebírkóznunk így a beszállítókkal együtt karöltve, hogy nektek hónapról hónapra tudunk adni egy marha jó ajánlatot. Ezeket érdemes vadászgatni, hogyha ha időbe nézitek, nincs kicentízve a vásárlás, akkor érdemes lecsapni ezekre az akciókra, mert ezek általában egészen jók szoktak lenni. Nagyon sokan keresitek azokat, hogy oké, már mindent jól tud ez a mellszívó, de nagyon-nagyon klassz lenne, hogyha mondjuk ez közvetlenül ugyanabba a cumis üvegbe landolna. Itt ez egy jogos igény, de itt azt szoktam mondani, hogy ne ezt írjátok a fontossági sorrend elejére, mert azért a gravitáció meg a kézügyesség elég sok mindent tud ilyen formán megoldani. Én úgy gondolom, hogy ez lehet mellékes is, de ha egy bizonyos rendszerbe hisztek egy bizonyos márkának a rendszerébe, akkor ez egy plusz komfortot jelent. De cáfolj meg, Klári, hogyha ez nem így van. Nem tudlak megcáfolni, mert egyet értek veled, csak annyi tennék hozzá, hogy annak érdekében, hogy egy jó mellszívótok legyen, egy picit háttérbe keríthetjük magának a rendszernek az egyszerűsítését. Tehát a fontossági sorrendben a jó mellszívó legyen, inkább annak a kis plusz energiának a felhasználásával, hogy max áttöltöm egy másik fajta cumis üvegbe,
vagy tejtároló edénybe, vagy anyatejtároló zacskóba. Nyilvánvalóan, hogyha minden követelménynek megfelel maga a rendszer, akkor érdemes egy márkát választani, és akkor annak a tejtároló edényeit, a zacskóit, melszívóját, azzal sokkal egyszerűbbé válik az életetek. De ugye ez márkánként különböző, úgyhogy ez az, amiben szoktunk nektek segíteni. És ugye az én veszőparipám is az, hogy három dolog legyen a lehetőségeitekhez mérten a legjobb a kelengye összeállításnál, és ezeknek az egyik legfontosabb alappillére az a melszívó. És erre a lehetőségeitekhez mérten áldozzátok azt, amennyit csak tudtok, és akkor a többi kütyünk meg segítünk spórolni. Igen, azt szoktuk mondani, hogy tényleg ennek a biztonságnak és az anyatejpótlásnak, vagyis az anyatejes táplálásnak a büdzséért megpróbáljuk előteremteni, másból lecsípegetünk, amik ilyen inkább csak komfort kérdések, mert ugye az anyatej azért nagyon-nagyon fontos, és azért nagyon klassz dolog, mert ugye az immunrendszert erősítjük, nem, ugye most ugye egy nagyon vészteljes időszakban vagyunk, nem mondom, hogy túl vagyunk rajta, egy picit fellélegezhetünk, de egy jó immunrendszerrel rendelkező, jó immunválasztadó gyermek sokkal kevésbé fog megbetegedni. Nem beszélve arról, hogyha kell venni különböző tápszereket, hogy ezek mű dolgok, lehet, hogy elkerülhetetlen, az is nagyon sok pénzbe kerül. Tehát lehet, hogy a melszívónak a jobb melszívó, hogyha fent tudja tartani azt az állapotot, hogy folyamatosan nőjön a termelés, mert ez egy kapitalista sztori, ez a gyakorlatilag maga a tejtermelés is, hogy amekkora igény van rá, vagy a szervezet amekkora igényt tapasztal, akkor az úgy termelődik. Tehát, hogyha sok marad meg, akkor túltermelési válság van, akkor leállítja a szervezet azt, hogy akkor nincs itt erre, nincs szükség. Viszont a gyerek meg napról napra több anyatejre tesz szert, vagy szeretne szert tenni, ezért fokoznunk kell, egy picit be kell csapnunk a szervezetet, illetve hogyha amikor van, akkor meg nagyon kell örülni, és el kell rakosgatni, mert lehetnek olyan időszakok, amikor valami miatt, gyógyszerszedés miatt, mellgyulladás és egyebek miatt nem adható oda az anyatej, vagy maga az emlő nem adható oda a baba számára. Itt azért kiemelném, hogy mindig és mindenkor azt mondjuk, hogy az a legfontosabb, az a legjobb dolog, ha közvetlenül a baba és a mama érintkezik. Ez nem helyettesítő, ez egy kiegészítő dolog, és így is használjátok. Tehát, hogy nem az, hogy túl vagyunk rajta, apa beönti a gyerekbe az anyatejet, és akkor mindenki boldog. Nem, ezt az ilyen típusú együttlétet, élményt meg kell adni a magatoknak is, illetve a baba számára is. Kiegészítők, ugye nagyon fontosak. Ugye nem csak a szoptatási eszköz, nem csak a melszívó, hanem nagyon sok olyan eszköz van, ami még segíti ezt az élményt, hogy jól, egyszerűen, praktikusan tudjátok használni magát az eszközt, az elmosást, akár a sterilizáláshoz, ezekhez is ugye megvannak az eszközök, vagy hogyha van valami elakadás, akár egy befele fordult mellbimbó, ugye van rá eszközünk, Lári. Mik ezek még, amik ilyen fontosak, amit csak tudni kell, hogy van, nem kell megvenni minden kutya fülét, hanem csak úgy tudjuk, hogy van. Ez is nagyon fontos, hogy még a baba érkezése előtt tájékozódjatok róla, hogy minden olyan termék, ami a szoptatást segíti, az arról tudjatok, és ami esetleg felmerülhet, tehát nálatok a ti szervezetetek olyan, akkor ha csak lehet, akkor vegyétek meg, legyen ott a kórházban nálatok. Tehát amiről Janó is beszélt, tehát a bimbóvédő, mint olyan, az is nagyon nagy segítség.
akár a babának, hogy ügyesebben megtanulja szopizni, akár a mamának, hogy óvja őt attól, hogy nehogy kisebesedjen, vagy berepedjen a mellbimbó. A bimbó kiemelő, hogyha befelé forduló a mellbimbód, akkor viszont szinte képtelen a baba rá cuppanni rendesen a cicire, úgyhogy nagyon fontos, hogy legyen kéznél bimbó kiemelő, de azt már lehet tudni előre, hogy szükség lesz rá. Amikor beindul a tejtermelés, és megduzzadnak a tejmirigyek, akkor ez a duzzanat, ez feszíti a mellet, és összezárja a tejcsatornát, és ahhoz, hogy ez a tejcsatorna felszabaduljon, ehhez a melegítés elengedhetetlen, és nem tudtok egyfolytában az zuhany alatt állni, tehát emiatt pedig azt szoktuk javasolni, hogy egy mellmelegítő párna legyen nálatok kéznél. Annak a megóvása érdekében, hogy a baba ne lustuljon el, és ne kapja meg a könnyebb ellenállási lehetőséget, tehát hogy minél inkább inspirálódjon arra, hogy tanuljon meg szopizni, és ez a táplálkozási főforrás, ahhoz, ha ne adj Isten, mégis pótolni kell, akkor célszerű olyan szoptatásbarát eszközt választani, ami nem lustítja előtt. Tehát például a svédítató pohár, vagy lehet kiskanállal adni, vagy picike pohárral, vagy ez az úgynevezett szoptanétkészülék is erre van kitalálva. Tehát van erre olyan megoldásunk, ami biztos, hogy segít abban, hogy a baba ne lustuljon el, és de hozzájusson a megfelelő mennyiségű táplálékhoz. Fontos a jó minőségű melltartó betét, hogy ne sok nedvességet szívjon fel, de ne dörzsöljön, ne irritáljon. Miről nem beszéltem még? Hát a bimbóvédő. Van egy anyategyűjtő olyan szilikonos kis segítségek, amikor például a kicsurgó anyatejet, ami a szoptatás közben, tehát amikor az egyik mellből szoptatunk, a másikból csulok, akkor azt összegyűjti, és nem a kukába kerül a melltartó betéttel, hanem annak is minden cseppjét meg tudjuk menteni, és össze tudjuk gyűjteni. Szóval ezek azok az eszközök, amik mind-mind abban segítenek benneteket, hogy megfelelő mennyiségű, minőségű anyatejetek legyen, és hogyha ez hosszú távon egy nyugodt, boldog szoptatássá válik, akkor ez szerintem ennél szebb élmény nem kell. Úgy gondolom, hogy azt gondoltuk, hogy 10 percben itt összefoglaljuk a dolgokat, azt megint belecsusszanunk itt a csak így a beszélgetés része. Azt mondtuk, ez lesz az eleje, hogy ide leülünk, aztán majd szépen végigmutogatunk itt mindent, aztán itt maradtunk ülve, és ilyen elméletileg beszéltünk ugye a dolgokról, de ha utána néztek, van egy csomó olyan videónk fent, ahol egészen kivesézzük ezt a témát. Tehát most még egy ugyanolyan adást nem akartunk csinálni, amilyen már volt, de hogyha ez felkeltette az érdeklődéseteket, hogy igen, akarok sokat tudni. Van összehasonlító videónk, ugye Facebookon húzzátok így végtelen számú videó van. Van olyan, ahol egészen a használatba is belemegyünk, hogy használjuk. Most inkább egy ilyen körképet szerettünk volna adni arról, hogy mik léteznek, mire figyeljetek oda a választásnál, illetve mi mire figyelünk oda, amikor fölrakjuk ezeket a készülékeket a polcra, amikor beengedjük ide a Minimanónak a kínálatába, és hogy meg tudjuk találni, hogy te neked, kedves nézőnk, mi lesz az ideális megoldás, mi lesz az olyan megoldás, ami a pénzedért, amit elvársz, hogy azt bőséggel megkapd. És azt mondta, hogy ez jó, kaptam egy jó tanácsot, ami egy életre szóló jó tanácsot, mert ugye az anyatej maga az életnek egy jelképe, és hogyha ezt megfelelő mennyiségben, és ugye megfelelő minőségben tudod prezentálni a gyerek számára, akkor azt mondom, hogy majdnem mindent megadtál neki. Mert persze tök jó, hogyha van egy szép babakocsi, meg egy gyönyörűen berendezett babaszoba interiőr, de ez egy picit rólunk szól. De a babának ugye szeretetre óriási szüksége van, melegre,
tehát hogy jó meleg legyen, és agyatejre. És ugye ez a műsor az igazából ennek az ellátására, hogy ennek egy megfelelő eszköze legyen, erről szól, mert ha te jól érzed magad, jól sikerült a választás, jól sikerült kinyerni az anyatejet, akkor te is boldogabb leszel, az anyatejben nem lesznek benne ezek a stressznek a jelei, mert azt én nem is tudom, hogy ez hogy közvetíti az anyatej, de hát ugye ennek vannak tudományos faktorai, hogy ez tényleg van, tehát ez fontos, hogy neked legyen egy élményed, és ne fájjon, és pont olyan legyen, ami erről álmodtál. Ebben mi tudunk segíteni azzal, hogy egy óriási választékot nyújtunk számodra, már-már zavarba ejtő, tehát lehet, hogy már picit sok is, de úgy építjük fel a kínálatunkat, hogy tényleg az 5-6 ezer forinttól mindenki megtalálja így a pénztárcájának megfelelően, hogy milyen szolgáltatású készüléket szeretne, és mi ezt a legjobb minőségben megpróbáljuk prezentálni mind messzívó tekintetében, mind kiegészítők tekintetében, és segítünk abban is, hogy ne vesszenek össze a különböző márkák, tehát egy zöldet, egy lilával össze tudják tenni, vagy egy sárgát, egy kékkel, csak így a márkáknak a színüzeneteit, hogy ne hagyjak ki semmit, de most már minden zöld, meg minden lila szinte, hogy ez jó legyen, illetve, hogy hosszú távon tud üzemeltetni, tehát a második, még a harmadik gyereknél is azt mondja, de jó, a minimálosok megmondták, hogy ez oké, és ez teljesen jó, és jól üzemel. És hogyha hamarabb hozod a vásárlást, és utána kijön egy teljesen új készülék, akkor meg ne essék kétségbe, mert ugye ott van a polcon, szekrényben, vagy tudom, hol tároljátok, cseréljük vissza, és akkor megint csak boldogság lesz. Nagyon nem ilyennek szántuk ezt a műsort, de ilyen lett belőle, ez a élőadás varázsa. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és böngészétek a videóinkat, én azt javaslom, mert anyatej és mellszívó témában szerintem már mindenről is beszéltünk, hogy ezt a népszerű és elcsépelt fordulatot vegyem. Köszönöm, Klári, hogy szakértő módon itt voltál. Nektek meg köszönöm, hogy egy pasitól is elfogadtok néha tanácsokat így a bababolt tekintetében. Ez nekem nagyon jó érzés, meg ez a laza 25 év, amit eltöltöttem itt a babás holmék közül, ez egy visszaigazolás, hogy nem volt esetleg hiába való, illetve ez a küldetésünk, ami tényleg is föl van itt nekünk írva folyamatosan, és lebeg a szemünk előtt, hogy anyatej, 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 és gyerekbiztonság, ennek a fő pillérét, hogy tudjuk közvetíteni nektek, most per pillanat. Ez az anyatej és ennek kinyerésének a formájában. Nagyon köszönöm a mai figyelmeteket, még egyszer köszönöm, Klári, hogy itt voltál. Találkozunk segíteni a legközelebbi élőadásban is, és addig is, hogyha ha bele akartok merülni a témába, nézzetek videókat YouTube csatornára, és fel tudtok iratkozni, és ott is biztos találtok. Köszi a figyelmet. Sziasztok!